Felismerhető legyen, vagy ne ismerje föl senki magát. Hát legyen felismerhető. Nem engedte, hogy az arcát mutassuk, és a hangját is el kellett torzítanunk a férfinak, akinek még februárban kezdődött a 11 ügyben indult büntetőpere, főleg szexárdi tanyákba tört be. A bíró akkor perceken keresztül olvasta fel, miket vitt magával, például láncfűrészt és villanyrezsót, de nem válogatott, volt, hogy tányér vagy kanálkészletet, lisztet és kristálycukrot is lopott. 10 kiló cukrot. A több tucatnyi tárgyat egyetlen kivétellel beismerte, egy pár gumicsizmára azt mondta, azt nem ő vitte el. Emiatt nem kapott akkor ítéletet, pedig az sokkal enyhébb lett volna, amire ezután számíthatott. A férfi több különös bűncselekményt is elkövetett. Egy alkalommal például részegen bement a könyvtárba internetezni, ám a mosdóban elaludt. Mire felébredt, már bezárták az ajtókat, azért törni-zúzni kezdett. Megpróbált kijutni a könyvtárba, először az internetes szobán keresztül annak altaját rugdosta és benyomta, de nem sikerült kijutnia. Ezt követően a főbejáraton keresztül próbált kimenni. Az ajtót kitörte, de a rácson keresztül nem jutott ki. Időközben a pénztár ablakát is betörte. Végül egy ablakot felfeszítve jutott ki. Ezt a bűncselekményt beismerte, a legsúlyosabbat viszont nem. Ez szerint itt a szexárdi buszpályaudvar mellett rabolt ki egy fiatal fiút, a telefonját vette el. A vádlott ellen indult ügyekben most született ítélet. A bíró súlyosbító körülményként értékelte, hogy a sorozatbetöréseket és más bűncselekményeket is elkövető férfi korábban már volt büntetve. A járásbíróság a 21 éves vádlottat, mint különös visszaesőt, rablást büntette, két rendbeli kifosztást büntette, személy szabadság megsértésének büntette, lopást büntette, öt rendbeli lopás vétsége, valamint rongálás vétsége miatt halmazati büntetésül 4 év 6 hónap börtönfokozatban végrehajtandó szabadságvesztésre és 5 évig közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert az ügyész 3 nap gondolkodási időt kért.